Maradunk még egy kicsit a zenénél, ősszel is folytatódik a Váci Jazz Tükör. A folytatásról, fellépőkről beszélgetünk a klub megálmodójával, Pálinkás Gergellyel. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntelek titeket és a kedves nézőket is. Az, hogy a megálmodója én vagyok, az egy nagyon megtisztelő. Én is benne vagyok kicsit, de az igazi megálmodója Laci Sarolta, műfázigazgató asszony, és az előző műfázigazgató Retzler Péter barátom is ötletadó volt, plusz Bleier Gábor szervező, akit többen találtuk ezt ki. Én azt találtam ki, hogy én legyek a házigazdája ilyen önzően, de ez csak nyilván vicc volt, de nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen kezdeményezés, és a titkos információm szerint most a vidéki jazzklubokat is föl fogják valakik majd karolni, és az még ennek a klubnak még jó tehet, és remélem, hogy nagyon sok ilyen lesz az országban. És ha én lennék mindegyiknek a házigazdája, annak örülnék legjobban, de ugye nyilván ezek általában pénteken, szombaton vannak, úgyhogy egyszerre csak egy helyen, és nyilván szülővárosomat, Vácot választanám, ha ilyen lenne esetleg. Ez hányadik Jazz Tükör? Ez a második, tavaly indultunk el, és már nem beszélek többet magamról, meg az én vonatkozásaimról, de annyira jól esik, hogy sok formáció van olyan, akivel én muzsikáltam muzsikusokkal már előtte, és valami kis kötődésem van. Sőt, életem első koncertje is, első zenekarommal 80-as évek végén a Tükörteremben volt, és mindig olyan izgalommal megyek oda, hogy ilyen kellemes nosztalgia fog el, hogy most is egy zenei dologba veszek részt, csak hát eltelt azóta egy kis idő. Akkor a címadás az innen is van? Tehát a tükör, a jazz tükör, az szimbolikus? Nem én voltam az ötletadó, de azt hiszem ez is benne van. Uh-huh. Hány koncert lesz most? Mikor lesznek ezek a koncertek? Négy koncert lesz. Most 20-án kezdünk Elza Vallével, akit az Afro-Latin Jazz magyar nagyasszonyának tartanak. Én is annak tartom őt, és egy rendkívül ilyen pozitív személyiség a mosolyával. Volt egy telefonbeszélgetésünk, ami azt megnéztem a telefon, 43 percig tartott, abból 39-et nevettünk. Tehát ő a jazz, a bebop, az afro-latin zene, a kubai zene, mivel kubai származású, az szerintem egy olyan eszencia lesz, hogy senki ne hagyja ki. Október 20-án fogunk most pénteken kezdeni. Szeptember 20-án? Igen, szeptember 20-án. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a csodálatos élményt. Uh-huh. És aztán október közepén Október 11-én folytatódik. Ez megint egy hozzám közel álló dolog. Mr. Moodburn formáció, Bubenyák Zoli, Borbé Matyi és Mihalik Ábel, aki egy váci fiatalember, és nagyon tehetséges, és egy nagyon nagy tudású muzsikus, rengeteg nagy formációban muzsikál. Én pedig a Smooth Jazz formációban játszottam Bubenyák Zolival. Ezt a formációt is nagyon ajánlom mindenkinek. Itt a jazz rock elemeitől a fúziózenéig mindent megtalálhat. A következő időpont, ha jól emlékszem, november 8-a. Gerendás Péter és ifjú Szakcsi Lakatos Béla, azt hiszem nem kell őket bemutatnom. Itt szintén a jazz, a bebop, a swing és a népzene és Gerendás Péter sajátos hangulatában előadott dalok. Ez is egy nagyon kellemes zenei csemege lesz. És december 6-a, jól mondom. Igen. Schwarz Musik Turbo Mozár Vituki, ez egy, hozzájuk is van kötődésem, hiszen Vojnics Attila készített velem több riportot még annak idején, és muzsikáltam vele, a Frank Zappa emlékzenekart vitte. Na most ez a produkció is ugye a jazz és a Frank Zappa és a blues, a funky, soulzene, világzene elemeivel teli tűzdel dolog lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek olyan zenei csemegék lesznek, hogy mindenkinek kötelezően jönnie. A mai korban, hogyha elhelyezzük a jazzt, akkor ez mondjuk a fiatalokat közel lehet hozni a jazzhez? Én biztos vagyok benne, szerintem egy nagyon nagy titka van a jazznek. Szerintem egy jazz koncert, akár smooth jazz, ami a könnyebb műfajt, vagy swing, vagy bebop zene, én másfél óránál több ideig, nyilván a visszatapsokkal. Én azt gondolom, hogy ez az időtartam, amit egy átlaghallgató is be tud úgy fogadni, hogy a nehezebben érthető dallam összetételeket is befogadóan tudja kezelni. Szerintem ez egy fontos titka. Három órát én sem bírok jazzt hallgatni, de másfél órát teljes lelkesedéssel. De ez egy fajta örömzene is olyan szempontból, hogy több improvizációs elemet megenged más műfajokkal szemben? Igen, én azt gondolom, hogy az improvizációnak nincs vége.
Tehát az, a tárház az bármeddig tart. Nyilván vannak a meghatározott témák, amikor megszólalnak az örökzöldek, jazzstandardek, vagy éppen a zenekar saját szerzeményei, és utána bizonyos akkordkörön belül az improvizációk tárháza, még a hangnemből kilépésekkel is olyan humor tud belevinni, hogy egyszerűen nincs vége a ritmus képleteknek. Azért ilyen összetett, ugye azt mondják a nálam még okosabbak, de akkor ebből azt mondom, hogy én is okos vagyok, de ilyet nem mondhatok, hogy a jazz az valahol a komoly zene és a könnyű zene között helyezkedik el. És szerintem pont az improvizációktól lesz egyedi és különleges, mert ugye a popzenében, rockzenében meghatározott dolgok vannak, azért annyi lehetőség nincs, mivel nem lesz befogadó, de a jazzben szerintem kimeríthetetlen az improvizációnak a lehetősége. Ez, amit említettél, hogy másfél óránál tovább már megterhelő, nehéz hallgatni, ennek mi az oka? Tehát sokkal nagyobb koncentrációt igényel? Így van, nagyon helyesen mondod, sokkal nagyobb koncentrációt, és míg egy popzene, egy rockzene 6-8-10 akkordból, verzéből, bridge-ből, refrénből áll, sokkal kevesebb hangot kell megértenünk abból, egyszerűbb a dallamvilága, hiszen a popularitás volt a cél. Itt is nyilván azt szeretnél, tehát ez olyan érdekes harc, például nekem kedvenc gitárosom és énekesem George Benson, aki már lassan 80 éves lesz, és ő jazzzenészként kezdte, de vágyott arra, hogy ne csak 40, meg 50, meg 100 ember tapsolja meg őt egy klubba, és popzenész is lett emelte. Ez egy nagyon extra kombó, hogy valaki egyszerre tud a Rivalda fénybe millióknak megfelelő módon zenélni és énekelni, meg 30 ember vágy fülűnek. Ezt csak arra hozom példának, hogy ugye sokkal egyszerűbb a popzenét, rockzenét megérteni, mint a jazz, tehát ezért az időtartamba is az ember kimerül ezektől az összetett és nehéz dallamoktól. De másfél órára szerintem mindenki képes koncentrálni. És nálad mikor jön el az a pont, amikor eltelt másfél óra félreteszed, és mikor érzed azt a késztetést, hogy újra szeretnéd hallgatni? Tulajdonképpen nálam nem jön el ez a pont. Én egyfolytában bírom ezt hallgatni. A könnyedebb és a nehezebb részét is. Most decemberben véget ér, vannak már tervek arra vonatkozóan, hogy jövőre újra lesz? 100%, hogy lesz, de ezek még titkos előadók, úgyhogy ezeket még nem... Hát nincs mindenkivel még megbeszélve, ezért csak a lehetőségekről tudnék beszélni, de csak majd biztosat, és hívjatok meg még egyszer, és akkor elmondom. Rendben, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.